Az elmúlt években Európa második legnagyobb jótékonysági kezdeményezésének választott Mikulás gyár az idei esztendőben is várja a segítő szándékú látogatókat egészen december 21-ig. A felajánlások a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Posta ZRT segítségével érnek célba, nagy részük még az ünnepeket megelőzően. Az idei esztendőben 15. alkalommal nyitotta meg kapuit a Mikulás gyár, hazánk egyik legnagyobb karitatív akciója. A szervezők ezúttal a Millenáris Parkban és a Lurdi Házban várják az adományozókat. A felajánlások közé tartós élelmiszerek, játékok és könyvek kerülhetnek. Az utóbbiból idén 50 000 darabot szeretnének összegyűjteni a nehéz sorsú családoknak, mondta el Éskovács Péter, a program sajtófőnöke, aki egyúttal a megfelelő csomagolási technikára is felhívta a figyelmet. Nagyon fontos, hogy ne csomagolják be, szép díszcsomagolásba semmiképpen ne csomagolják be az adományokat. Sajnos ki kell bontanunk ezeket a szép csomagokat, meg kell néznünk, hogy mi van benne. Volt már rá példa, hogy lejárt élelmiszer volt, amit mi sem tudunk odaadni azoknak, akiknek szeretnék ezeket az élelmiszereket odaadni, ezeket ki kell nekünk is dobni. Úgyhogy mind meg fogunk nézni minden csomagot. Abban az esetben, ha valaki nem tudja személyesen leadni az adományát a kijelölt pontokon, a Magyar Posta minden egyes fiókja ez alkalommal is térítésmentesen veszi át, és juttatja célba az összeállított csomagot, csupán annyit kell feltüntetni rajta, hogy Mikulás gyár. És Kovács Péter kiemelte, a kezdeményezés évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ezért ebben az esztendőben is számos rászoruló gyermek karácsonyához járulhatnak hozzá az akció résztvevői. Évente több ezer gyerek jön hozzánk, és körülbelül ugyanennyi szülő is. Nagyon sokan jönnek csoportosan, idén vidékről busszal is hozunk gyerekeket, úgyhogy minimum 10 000 ember látja ezt az installációt egy néhány hét alatt. A Mikulás gyár színes családi programokkal, koncertekkel és olvasósarokkal várja az érdeklődőket egészen december 21-ig. A jótékonysági program lebonyolításához a szervezők továbbra is várnak segítőket, akik az önkéntes@mikulasgyar.hu e-mail címen jelentkezhetnek.